erős várami Istenünk, áldás, békesség, dicsértessék Jézus Krisztus. Isten hozott mindnyájunkat, szeretettel köszöntöm az egybegyűlt kedves testvéreket, különböző közösségek tagjai, ezen a mai estén a 2019-es ökumenikus imahét szerdai alkalmán itt nálunk az evangélikus templomban. Az idei alkalomnak a szerkesztői, szerzői, ennek a nagyon gazdag távoli szigetvilágnak, Indonéziának a ökumenikus közössége, akik a témákat, a bibliai helyeket válogatták, hogy megimádkozva, hogy utána gondolva az egyes textusoknak. Így kerülnek a témák ezen a héten is elég sorban, hogy halad erről az idő. Hétfőn a belvárosi templomban, tegnap a református testvéreknél, most itt nálunk is, ha Isten érdek minket, folytatódik majd a sorozat. Egy kicsit szerényebben képviselheti magát most a lelkészet tisztelendőknek a köre. Kimentésüket kérik a többiek, vidéken vannak elfoglaltságaik, meghívásaik, jó magam is, tegnap két helyen kellett, hogy helyt álljak. Kedves gyülekezetünket kértem arra, hogy majd Zsoltár olvasásba segítsen, és örülök, hogy az egyik kedves kántorunk is itt lehet, hogy orgona szóval kíséri együttlétünket. Foglaljunk is helyet, kedves testvérek, és a kihelyezett szép énekünk a 76-os számú énekével kezdjük. Thank you.
fiú, Szentlélek nevében. Amen. Ó, mi is szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsorul a szakára, Áron szakállára, amely leér köntöse galériára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Isten színe elé érkezve csendesedjünk el, és így imádkozunk. Hálával köszönjük, drága Úrunk, az újabb lehetőséget, hogy felekezeti határoktól függetlenül most együtt lehetünk ezen a mai estén is. Arra kérünk, légy itt közöttünk. Hallass szabadat, igédet, hallgass meg hálaadó és könyörgő imádságainkat. Hallgass örömmel a mi énekünket, téged dicsérő szavunkat. Áld meg az ige hirdetés szavát. És nem csak magunkra gondolunk, szeretnénk könyörögni ebben az órában, ezen a napon is, szerte a világban a mi testvéreinkre, akik ugyanígy tesznek, talán ugyanazokra az igékre figyelnek, mint most, mi ma este. Szent lelkeddel kérünk, nyisd meg a mi szívünket. Arra kérünk, hogy terjeszd ki áldásodat ránk. Amen. Kedves testvéreim, az ökumenikus ima hét szerkesztőjének egyik javaslata erre a mai estére, egy gyönyörű szép új szövetségi szakasz, a zsidókhoz írt levél 13. fejezetéből egy rész, amelyet most kérem, felállva hallgassunk meg. A testvéri szeretet legyen maradandó, a vendég szeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek, tudtokon kívül, angyalokat vendégeltek meg. Ne feledkezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársai volnátok, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. A paráznákat és a házasság törőket pedig ítéletével sújtja az Isten. Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van. Mert ő mondta, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Boldogok, akik hallgatják és megtartják a mi Istenünk beszédét. Válaszul az ő szavára, valljuk meg most együtt közös keresztény hitünket, és mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Úrunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és folytassuk együtt létünket a 357-es számunk nagyon szép életet, az első három verszak.
Kedves ünneplő testvéreim, most hallgassuk meg Máté evangéliumából, 6. fejezetből, 25. verstől a 34. versig állva hallgassuk az igényét. Ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok az életetekért, hogy mit tegyetek, se a testetekért, hogy mivel öltözködjetek. Nem több az élet az ételnél, a test pedig a ruhánál. Nézzétek az ég madarait, nem vetnek, nem aratnak, csűrökbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet ezeknél. Ki az közületek, aki aggodalmaskodásával képes az életkorához egyetlen könyöknyit hozzátenni? És a ruha miatt miért aggódtok? Nézzétek a mező liliomait, hogyan növekszenek, nem fáradoznak és nem fonnak. Mégis mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha pedig a mezei füvet, amely ma van és holnap a kemencébe vetik, Isten így felöltözteti, nem sokkal inkább titeket, kis hitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondogassátok, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy miben öltözködjünk. Mert ezeket a pogányok keresik, hiszen tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Ti keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és mindezt megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok tehát a holnapért, a holnap majd aggódik önmagáért. Elég a napnak a maga baja. Ezek az evangélium hírei. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, kedves ünneplő közösség, csodálatos, belegondoltam én is, amikor elkezdtük ezt az alkalmat, hogy nagyon-nagyon sokan világszerte, több millióan, vagy több 10 vagy több 100 millióan, lehet, hogy még milliárdi ember is lélekben biztos, itt van most imában velünk, és így imában egyek vagyunk. És azért vagyunk itt, mert hogy Isten vezeti a mi életünket, hogy az Isten jelenlétében élünk, mozgunk, vagyunk. Az Úr jelenlétében járni azt jelenti, hogy miközben haladunk életünk útján, folyamatosan ő irányítja valamennyi vágyunkat, gondolatunkat, cselekedetünket. Amikor az Úr jelenlétében járunk, minden, amit csak látunk, hallunk, tapintunk vagy ízlelünk, Istenre emlékeztet. Ezt jelenti az imádságos élet. Nem olyan életet, amelyben sokat imádkozunk. Fontos, lényeges. Imádkozunk, sokat imádkozunk. De mégis olyan életet, amelyben semmit, de semmit nem teszünk, mondunk, vagy értelmezünk, Isten nélkül, tőle függetlenül, aki létezésünk eredete és célja. Ezt erőteljesen fejezi ki Remete Szent Teofán, 19. századi orosz ortodox tárec. Ezt mondja, miközben kötelességünket Istenfélő szívvel végezzük, olyan szívvel, melyet állandóan átjár Isten gondolata, és ez lesz az ajtó, amelyen a lélek belép a cselekvő életbe. Milyen csodálatos ez, hogy ráhangolódunk az Istenre, a mi énekeink, imádságaink, együtt létünk, a közösségünk, mindezt szolgálja, hogy rá tudjunk hangolódni Istenre. Ugye Máté evangéliumának 6. fejezetéből volt az ige rész,
itt található a hegyi beszéd is, itt található a minta imádság, ha szabad ezt így mondani, a mi atyánk, az Úr imája, és néhány különös tanács. Ugye keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek, hallottuk. A hegyi beszéd folytatódik itt a 6. fejezetben, amelyben minden idők talán legismertebb imádsága a mi atyánk olvasható. Jézus minta imádsága jól kifejezi a mennyek országának üzenetét, a szent vágyakozást. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Jézus arra törekszik, hogy a két világot, a mennyeit és a földit egyesítse, és hogy miképpen az kiderül a hegyi beszédből, erre útmutatást is ad, hogy a mi életünkben is ez bekövetkezzen, hiszen az ő országa itt van köztünk, bennünk, itt is, most is jelen való az Isten országa, érezhető is, tapasztalható és tudható. Jézus némely tanácsa első pillantása egyenesen, ostobaságnak tűnhet. Adjatok mindazoknak, akik kérnek tőletek, szeressétek ellenségeiteket, fordítsátok oda a másik arcotokat is, kamat nélkül adjatok kölcsön, ne aggódjatok a ruházat és a táplálék miatt. Működőképes ez a fajta gondolkodás a látható világban? Éppen ez Jézus üzenetének a lényege, kedves testvérek, ahelyett, hogy a létbiztonságba, a takarékosságba, vagy az önigazultságba kapaszkodnánk, inkább bízzuk rá magunkat az Atyára, és engedjük át Istennek mindazokat a személyes igazságtalanságokat, amelyek érnek minket napról napra. Bízunk abban, hogy ő gondoskodik napi szükségleteikről. A mennyek országának üzenete így foglalható össze Dióhéjban. Istennek éljetek ne önmagatoknak. Persze, nyilván, hogy mindannyiunk, aki dolgozik, még a mai nap is elment a munkahelyére, holnap is el fog menni, meg holnap után is, meg ha még élünk, 10 év múlva is. Jézus üzenete nem mentesít az állapotbeli kötelességeink alól, de megszenteli azokat. Nem csupán a felszínen mozgunk, vagyunk és élünk. Mindannyiunknak van olyan barátja, ismerőse, hogy a felszínen olyan könnyedén, olyan jól, olyan szépen el lehet vele menni, társalogni, de ahogy már úgy mélyülne, vagy fontosabb dolgokra terelődne a szó, még inkább az élet, akkor az nem működik. Tehát mi is éljük az életünket a világban. De mi Istennek élünk. Az üzenetben a jutalomról is szó esik. A legtöbben barátainktól, családunktól, munkatársainktól várjuk a jutalmazást, hátraveregetést, előléptetést, tapsot, elismerést. Jézus szerint azonban legnagyobb jutalmunkat Isten mennyei királyságában kapjuk majd, mennyországban, mennyei hazában. Isten látja azokat a cselekedeteinket is, amelyeket titokban viszünk véghez, és ő meg fog érte jutalmazni. Milyen jó ez, milyen üdvös, milyen csodálatos, mennyire krisztusi, amikor titokban tudom tenni a jót, amikor titokban tudok szeretni,
segíteni másokon, vagy megvédeni valakit. Ugye gyakran előfordul, hogy beszélünk olyanokról is, akik nincsenek ott, és milyen jó az, amikor aki nincs ott, meg tudom védeni, és megvédem, fölvállom azt, hogy esetleg engem a többiek háttérbe szorítanak, vagy nem fogadnak el ezért, vagy támadnak, de milyen jó az, amikor meg tudom védeni az én testvéremet. És milyen jó az, amikor ezt nem is mondom el neki. Amikor nem megyek oda hozzá, és nem mondom azt, hogy én megvédtelek téged, én kiálltam érted, mert én szeretlek téged. Hanem csendben, titokban. Isten látja, tudja azt is. Ugye valahogy a mai napnak és minden napnak Istennel az üzenete az, hogyha én beleélek, az az igazi befektetés a jövőbe. Hogy Jézus arra bátorítja tanítványait, minket, hogy gyűjtsenek maguknak kincseket a mennyben. Olyan kincseket, amelyek elég értékesek ahhoz, hogy minden földi szenvedésért kárpótolják őket. Az Ószövetségben szorványos utalásokat találunk a halál utáni életre. Jézus azonban nyíltan beszél arról a helyről, ahol majd az igazak fénylenek Atyuk országában, mint a nap. Máté 13. fejezet, 43. vers. A Jézus korabeli zsidóság az anyagi jólétben és a politikai hatalomban vélte felfedezni Isten elismerésének jeleit. Ezzel a beszédével Jézus az eljövendő életre irányítja a figyelmet. A látható világban elért sikerekkel szemben az eljövendő életbe való befektetés fontosságát hangsúlyozza számunkra. A jelenlegi világban a rozsda, a moly vagy a tolvajok martaléka lehet minden, amit összegyűjtöttünk. Isten világában pedig áldássá válik. Vannak-e olyan ismerőseink, akik ezekhez az alapelvekhez tartják magukat? Mi magunk tudjuk-e így élni az életünk? Nagyon fontos. Tolsztoj Gazda és cseléd című novellájában leírja, hogy egy földbirtokos a kellemes vendégség után kocsikázik haza a téli délutánon. A fagy miatt jól be van bugyolálva bundával, lába alatt forró tégla, kezében egy üveg vodka, amiből időnként kortyolgat egyet-egyet. Szinte izzad, vörös az arca a melegtől, ahogy a hófalak között a szánkóját húzzák a lovak. Egyszer csak észreveszi, hogy fent a bakon a kocsis, ki a lovakat hajtja, már-már megfagy. Hófehér az arca, dermed, mozdulatlan minden része. Hirtelen eszébe villan, mi volna, ha a kocsis ülne az ő helyén, és ő fent a bakon, a kocsis helyén. Bizonyára őt ideregne ott rákattam, s a kocsis izzadna itt a bundában, bebugyolálva. Ez a gondolat nem hagyja nyugton, míg le nem veszi a már-már megfagyott kocsist, és nem ő maga ül fel a kocsis helyére. Így mennek tovább, hogy a kocsis van a bundába bebugyolálva, a kocsis lába alatt van a forró tégla, és kezében az üveg vodka, ő pedig fent ül a bakon. És lassan azt veszi észre, kezd kihűlni, sápadozni olyannyira, amennyire a kocsis kezd éledni, melegedni. Már majdnem megfagy, de nem szomorú, mert érzi, amennyivel hidegebb lesz, annyival meleged a kocsis. Amennyit ő veszi, annyit nyer a kocsis. Ez a szeretet.
cserélek a másikkal. Felvállalok olyan nehézségeket, amelyekkel másikat megkönnyítek. Lemondok bizonyos dolgokról, amelyekkel mások gazdagabbak lesznek. Amit szeretnétek, hogy nektek tegyenek az emberek, azt tegyétek nekik, kéri Jézus. Az üdvösség történetben ezt a szeretetet felismerjük a megtestesülésben, hogy Jézusban Isten helyet cserél velünk. Emberré lett, hogy mi az isteni természetében részesüljünk. Szegény élet, hogy mi gazdagok legyünk. Magára vállalta a bűnös ember életét, hogy megmentsen bennünket a bűntől, halandó testben jelent meg, hogy a halhatatlan élet részesévé tegyen minket. Az atyai ház melegét elhagyja, hogy a mi hideg otthontalanságunkból felemeljen bennünket oda, ahonnan lejött hozzánk. Ez a szeretet, kedves testvérek. Az a szeretet, anélkül vagyok a világban, ebben a világban, hogy teljesen ide tartoznék. Úgy lenni a világban, hogy nem vagyunk a világból valók. E szavak jól összefoglalják, hogy beszél Jézus a lelki életről. Olyan életet, amelyben a szeretet lelke teljesen átalakít minket. Mégis olyan élet, amelyben látszólag minden ugyanúgy marad. A lelki élet nem azt jelenti, hogy el kell hagynunk a családunkat, fel kell adnunk az állásunkat, vagy meg kell változtatnunk a munkamódszerünket. Nem azt jelenti, hogy tartózkodnunk kell a társadalmi vagy politikai tevékenységektől, vagy el kell veszítenünk érdeklődésünket az irodalom és a művészet iránt, nem követel kemény aszkézist, vagy imában töltött hosszú órákat. Ezek jók, az aszkézis, a lemondás, az imában töltött hosszú órák. A spirituális lelki életünk valóban elvezethet ilyen változásokhoz. És bizonyos emberek esetében szükség lehet radikális döntésekre. Ám a lelki élet annyiféleképpen élhető meg, ahányan vagyunk. Abban új, hogy a sokféle dologtól Isten országa felé mozdulunk. És milyen jó, hogy nem csak egyénileg, hanem a közösség is. Hogy nem csupán különálló pontok vagyunk, különálló életek vagyunk ebben az evangélikus templomban, imaházban, hanem egy közösség vagyunk. Ez az ökumenikus imahét is ezt fejezi ki. Lehet, hogy egy évben egy vagy két ilyen hét van. De itt Szekszárdon talán nem árulok el titkot, hogy mi lelkészek két hetente kapcsolatban vagyunk. Két hetente összejövünk. Közösen gondolkodunk. Együtt imádkozunk. Azért, hogy ezt az egységet hétről hétre, napról napra ápoljuk. Abban is új, hogy megszabadulunk világunk kényszereitől, és szívünket az egyetlen szükségesre irányítjuk. Abban új, hogy többé nem úgy tapasztaljuk meg a dolgokat, az embereket és az eseményeket, mint véget nem érő okokat az aggódásra, hanem mint sokféle formát, amelyben Isten tudatja velünk jelenlétét. Kedves testvérek, kedves ünneplő közösség, kedves gyülekezet, így imádkozunk, és ez a mai találkozásunk egymással Istenben, és ez a hét is segítsen bennünket abban, hogy engedjük meg Istennek, hogy ő vezesse a mi életünket, és azt tegyen velünk, amit akar. Amen.
Kedves testvérek, az ige hirdetésre válaszként a 357-es énekünk negyedik versszakát énekünk. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk záró részében imádkozzunk. Javaslok majd egy perces belső csendes imát, ahol kiki Isten elé viheti mindazt, amit talán az ige kapcsán most megmozdult bennünk, hálaadásunkat, könyörgő szavunkat. Ezt követően majd az ökumenikus ima füzetünk ez évi témájának megfelelően az indonéz testvérek összeállításában egy általános könyörgő imát szeretnék felolvasni. Az egyes részletek után majd mondjuk azt, Úrunk, érgalmaz nekünk, így csendesedjünk most el is imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük a szabadat, igédet, lelkedet, a közösséget. Arra kérünk, hogy hallgass minket egyen-egyenként, most, amikor csendben, szívbéli imádságokkal téged keresünk. Urunk, hallgass meg minket! Drága Istenünk, szeretnénk eléd hozni szeretteinket, családjainkat, közösségeinket. Szeretnénk áldásodat kérni mindazokra, akik szenvednek. Beteg ágyon vannak talán most is. Talán az élettől, szeretteiktől búcsúznak és készülnek arra, hogy veled találkozzanak. Szeretnénk irgalmas áldásodat kérni mindazokra, akik megbékélésre várnak önmagukkal, veled, vagy valamely embertársukkal. Irgalmas áldásodat kérjük mindazokra, akik valamilyen módon fogságban vannak, testi-lelki megkötözöttségben. Te add le a láncokat, a kötelékeket. Könyörünk mindnyájunkért, akik útmutatásra várnak, életünk egy-egy fontos eseményében, döntési helyzetekben. Kérünk, erősítsd a mi hitünket, növeld szeretetünket, ölej magadhoz egyre szorosabban, taníts minket. Urunk, hallgass meg minket. Szigetekről és óceánakról száll hozzánk dicséretünk, Óisten, életteremtője. Hegycsúcsokon és völgyeken dicsérünk téged, ó Isten, világ megváltója. Minden nép nyelvén hálát adunk neked, ó Isten, test és lélek vigasztalója. Eléd járulunk terheinkkel és reményeinket eléd hozva. Urunk, hallgass meg minket! Könyörünk azokért, akik igazságtalanságot szenvednek. Biztos minket, hogy szószólóit legyünk, és erősítsük őket a reménységben. Könyörgünk azokért, akik igazságtalanságot cselekszenek, a Te jóságot töltse be szívünket, és tegyen a szabadság és a béke követeivé. Könyörgünk minden emberért és minden közösségért, akik kiállnak az igazság mellett, hadd cselekedjük igéd szerint igazságosan. Urunk, hallgass meg minket! Könyörgünk az egyház látható egységéért,
vezess bennünket, hogy betöltsük Jézus imádságát, hogy egyet legyünk, és együtt munkálkodhatunk, tanúskodva rólad a világban. Úrunk, hallgass meg minket! Hallgass meg minket, kérünk, amikor most közös fohászunkkal is együtt így fordulunk hozzád. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, mielőtt az áldást vennénk, hadd hirdessem, hogyha Isten éltet minket, akkor holnap a metodista imaházban találkozhatunk, holnap után pénteken együtt létünk záró alkalom során majd az Újvárosban, ahol a régi szokás szerint a baptista testvérek lesznek a vendéglátók. Most pedig megköszönve Feri atya szolgálatát, kérem őt, hogy Isten tiszteletünk végén Isten áldását adjon ránk. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg benneteket az Úr, és őrizzen meg titeket az Úr. Világosítsa meg arcát rajtatok az Úr, és adjon békét ti néktek az Úr. És így áldjon meg benneteket a mindenható és szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és a helyezett sokszor énekelt közös énekünkkel, a 266-os énekkel.